Ebben a videóban olyan témára fókuszálunk, amelyekre kevesen gondolnának a hegymászás kapcsán. Megismerjük azokat a pillanatokat, amikor a hegy megtanítja nekünk a sebezhetőséget és az emberi határokat. Ez a videó rávilágít a veszélyekre és az áldozatokra, akik ezt a hihetetlen kihívást vállalták. Fedez fel velünk a legendás hegymászok történetét, akik vállalkoztak a Mount Everestre és sajnos soha nem tértek haza. Készülj fel arra, hogy egy olyan utazásra induljunk, amelyben a múlt fájdalmas és tanulságos pillanatai új perspektívába helyezik a hegy hatalmát. A Mount Everest nem csak a sikeres expedíciókról és a gyönyörű tájról szól. Rávilágítunk a veszélyekre és az áldozatokra, akik bátran vállalták ezt az elképesztő kihívást. Mélyedjünk el a legendás hegymászok történetében, akik magukba szippantották a Mount Everest szellemét, de sajnos soha nem tértek haza. Előtte azonban iratkozz fel a csatornára és kapcsold be az értesítéseket, valamint fejezd ki a véleményedet kommentben. 1996-os tragédia. Az 1996-os tragédia az egyik legsúlyosabb és legismertebb esemény a Mount Everest történetében. Ez az esemény volt az alapja a Halálzóna című dokumentumfilmnek és az Everest című filmnek is. Tragédia során két expedíció Rob Hill vezetésével, az Aventure Consultants és Scott Fisher vezetésével a Mountain Madness veszteségeket szenvedett. Az időjárás hirtelen romlott, ami több problémát és veszélyt is felvetett a hegymászok számára. A csúcselőkészületek során az egyik expedíció sem tudta betartani a tervezett időbeosztást, és így sokan a csúcsra való feljutásra éjszaka kényszerültek. Ez a késedelem súlyos következményekkel járt, mivel az alacsony hőmérséklet, a szeles időjárás és az oxigénhiány miatt a hegymászok fokozottan ki voltak téve a veszélynek. Az expedíciók tagjai közül 8 hegymászó vesztette életét a hegyen, a tragédia központjában állt Rob Hill és Scott Fisher, akik mindketten elhunytak a hegyen. Az esemény során sok más hegymászó is szenvedett fagyási sérüléseket és más veszélyekkel küzdött. Ez a tragikus esemény emlékeztet minket a hegymászás kiszámíthatatlanságára és veszélyeire. Az 1996-os tragédia rávilágított a hegymászás kihívásaira és az emberi határokra, és emlékeztet minket arra, hogy a természet ereje mindig tiszteletet és óvatosságot kíván. Amit fontos leszögezni, az az, hogy mi történik azoknak a hegymászóknak a testével, akik meghalnak a hegyen. Amikor valaki meghal a Mount Everesten, a holttestével történő bánásmód a körülményektől és a helyzettől függ. A hegyen való haláleseteket gyakran rendkívül nehéz és veszélyes körülmények között kell kezelni. Mivel a Mount Everest magasan fekszik és extrém hideg időjárás jellemző rá, a holttestek gyakran fent maradnak a hegyen, mivel az elszállításuk és leszállításuk rendkívül veszélyes és technikailag kihívás jelentő feladat lenne. Az alacsony oxigén szint és az időjárási viszonyok miatt a mentőakciók és a holttestek elszállítása rendkívül nehéz és kockázatos lehet. Mount Everesten meghalt hegymászok holttestét gyakran hegyen hagyják, ahol örök nyugalomra találnak, néhány holttest jól látható helyeken található és részben a hegymászok emlékét őrzik. Ezek a holttestek idővel elpusztulnak, mivel a hideg és a szélsőséges időjárás erősen károsítja a szöveteket. Mint minden tragikus esetben, a meghalt hegymászok családjával és szerettével konzultálnak, hogy döntést hozzanak a holttest kezeléséről. David Sharp esete. David Sharp egy új-zélandi hegymászó volt, aki 2006-ban tragikusan elhunyt a Mount Everesten. Az eset nagy figyelmet kapott, mivel a hegyen lévő többi expedíció tagjai látták őt a menthető állapotban, de nem siettek segítségére, és végül Sharp elhunyt. David Sharp a hegyen történő mászás közben a hálózsákkal és a felszereléssel együtt eltévedt és elesett a hegy déli oldalán. Más expedíciók tagjai észrevették, hogy bajban van, és jelezte, hogy segítségre szorul. Azonban az alacsony oxigénszint, a fáradtság és az expedíciók saját célkitűzései miatt sok hegymászó úgy döntött, hogy nem nyújt segítséget neki.
Később néhány másik hegymászó csoport próbál segíteni David Sharpnak, de már túl késő volt. A rossz időjárás és a felfelé haladó expedíció kimerültsége miatt nem sikerült megmenteni az életét, később néhány hegymászó megpróbált segíteni a holttest elszállításában, de a szélsőséges körülmények miatt ez sem volt lehetséges. David Sharp ugye erős vitát váltott ki a hegymászó közösségben és média körében. Néhányan kritizálták az expedíció tagjait, hogy nem segítenek neki, míg mások megértették azokat a nehézségeket és döntéseket, amelyekkel a hegymászók szembesültek a veszélyes helyzetben. Az eset rámutatott az Everesten uralkodó kívásokra és nehéz döntésekre, amelyeket a hegymászóknak a saját biztonságuk és az expedíció céljai között kell meghozniuk. Ugyanakkor az eset is arra emlékeztet minket, hogy a hegyen történő mászás során segítségnyújtás és az emberségesség kiemelkedő fontossággal bír, és minden hegymászónak felelősséggel kell eljárnia az ilyen helyzetekben. Itt egy kicsit kitérnék a hegyen lévő szabályokra, mivel a Mount Everesten a hegymászók és a serpák között általában szabályok és etikai normák vannak érvényben, amelyeket követni kell, ha valaki bajban van a hegyen. Kötelező segítségnyújtás. A hegyen való mászás során általában kötelező segítséget nyújtani, ha valaki más, hegymászó vagy serpa veszélybe kerül, vagy segítségre szorul. Ez magába foglalhatja az elsősegélynyújtást, az oxigén, az élelem vagy a víz megosztását, vagy akár a további segítségkérést más expedícióktól. Mentőakciók prioritása, ha valaki bajban van, a mentőakciók elsőbséget élveznek a csúcstámadással vagy a célkitűzésekkel szemben. Az expedícióknak és a hegymászóknak fel kell készülniük arra, hogy időt, erőforrásokat szálljanak a segítségnyújtásra és a mentésre, ha szükség van rá. Kommunikációs riasztás. Ha valaki észlel egy másik hegymászót vagy serpát, aki veszélyben van vagy segítségre szorul, a helyzetet azonnal jelezni kell a saját expedíciós csoportjának vagy a hegyi mentőszolgálatnak. A gyors és hatékony kommunikáció és riasztás életeket menthet. Közösségi összefogás. A Mount Everesten gyakran kialakul egyfajta közösségi szellem és támogató légkör a hegymászók és serpák között. Fontos, hogy a hegymászók segítségnyújtást és együttműködésre törekedjenek a hegyen, és hogy a közösség minden tagja segítse egymást a biztonságos siker érdekében. Fontos megjegyezni, hogy minden helyzet egyedi és a Mount Everesten való hegymászás mindig kiszámíthatatlan körülményeket jelentett. Ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, mivel a napokban egy újabb magyar hegymászó vesztette életét, és sokan azt állítják, hogy ha valaki bajba kerül a hegyen, akkor nem kötelező segíteni rajta. Suhajda Szilárd esete. Mivel Suhajda Szilárd esete nagyon friss, ezért részletes információkat nem tudni róla. Amit tudni az, hogy pótlólagos oxigén használata és serpák segítsége nélkül vágott neki az Everest meghódításának. 8780 méteres magasságban a Hillary lépcső aljában azonosította be egy hegymászokból álló csapat, akik fölfelé haladtak, ők a kötélpályától kicsit messzebb kicsúszva látták, lefelé tartott, pedig egy másik csapat szintén észlelte őt, pozíció viszont a korábban látotthoz képest egy kicsit változott. Amikor elhaladtak mellette, életjeleket mutatott, de fagyási sérülési, nyomai és magassági agyödéma jelei látszottak rajta. Egy mentőcsapat sietett a segítségére, azonban nem találták a megadott helyen, ezért átvizsgálták a környéket, de úgysem jártak sikerre. Mount Everest hegye az emberek általában lenyűgöző kihívásként tekintenek rá. Azonban tragédiák sorozatának is otthont adott, az ott történt halálesetek és veszélyek emlékeztetnek minket a természet hatalmára és a hegyekre jellemző megbízhatatlanságra. Ugyanakkor ezek a tragédiák felhívják a figyelmet, a bátorságra és az emberi kitartásra is. Ahogy nézzük ezeket a drámai eseményeket, emlékezzünk a hegyen vesztett életekre és tiszteletben tartsuk azokat, akik megpróbálták legyőzni ezt az ősi impozáns csúcsot.
Talán az ő történetük tanítású szolgálhat számunkra, hogy soha ne felejtsük el, hogy az ember és a természet közötti egyensúlyt tiszteletben kell tartanunk, amikor ilyen lenyűgöző, ám veszélyes utazásokra vállalkozunk. Drága kisfiam Soma, ölellek titeket a Lotte csúcsáról, földünk negyedik legmagasabb csúcsáról. Akár csak 2019-ben a K2-t, ezt a sikert is nektek ajánlom, és majd a legmagasabbat is természetesen nektek szállom. Köszönöm szépen! Úgy vagytok neked! Szeretlek titeket!